Országszerte több ezer riasztást kapnak a mentők szilveszterkor. Ezek egy része közúti balesetek és pirotechnikai eszközök miatti sérülés, de a legtöbb eset az alkoholfogyasztással van összefüggésben. A nagyobb kórházak toxikológiai osztályain naponta 5-10 beteget kezelnek etilalkoholmérgezéssel. Karácsonykor elsősorban a likőröket fogyasztják, de az év utolsó napján a pezsgő mellett gyakorlatilag bármi előkerülhet. Fontos, hogy ne keverjük az italokat, sem egymással, sem gyógyszerekkel, antibiotikumokkal. Ilyenkor ezeknek a hatása összeadódik, és kiszámíthatatlan lehet. Igazából én azt szeretném kérni mindenkitől, hogy mindenki tudja a mértékletességet, mindenki tudja azt, hogy mi az a mennyiség, ami a számára megfelelő. És a másik nagyon fontos dolog, hogyha nehogy Isten valaki túlzott mennyiségben fogyaszt ezen alkoholos italokból, akkor arra lehet számítani, hogy komoly egészségkárosodás lehet belőle. Egy igazi alkoholmérgezés kapcsán már súlyos életveszélyes állapot is kialakulhat, és ilyenkor nagyon fontos, hogy az ilyen tüneteket mutató bajba jutott embert ne hagyjuk magára, semmiképpen ne hagyjuk közterületen, de akár otthon sem hagyjuk magába, maradjunk mellette, és hívjunk hozzá segítséget, hiszen ennél a szintnél már sürgőségi ellátás igénye van. A kulcsszó a mértékletesség, és hogy figyeljünk egymásra. Az alkohol hatásának szempontjából fontos a gyomor telítettségi állapota is. Ezért azt szokták javasolni, hogy éhgyomorra ne fogyasszunk alkoholt, és ivás közben is együnk szilárd ételt. Ez azonban gyakran feledésbe merül. Gyakorlatilag az ünnepi időszak a tavalyi évet is figyelembe véve egy olyan napi, a megyében napi 200-250-es feladatszám, ez egy tisztességes jó hétvége és hétköznapnak a feladatszáma, tehát igazából nem jelenik meg úgymond az ünnepnap csendje és nyugalma a mi munkánkban, és ilyenkor vannak típusos ünnepi balesetek, az előbb említett alkoholfogyasztási problémákon túl, azért itt aplócseprő háztartási balesetek, esetek előfordulnak, kezdve itt akár a haltisztítással járó apró szúrásos, vágásos sérülésekkel kapcsolatosan, azért háztartási balesetek, belgyógyászati rosszulétek, ilyenkor azért szép számmal előfordulnak. Az alkoholfogyasztás nem csak év végén van jelen. Az OECD idén májusban megjelent tanulmányából kiderült, az EU-s tagállamok közül Magyarország a lista közepén van. Hazánkban 11,3 liter tiszta alkoholnak megfelelő a lakosság átlagos éves fogyasztása.